Szüleimnek hát ez egy nagy kívánsága volt, hogy a vízbe nagyon jól mozogjunk, én is, meg a testvérem is, hogy biztonságban legyünk a vízbe, ezért már nagyon kiskorunktól kezdve 2-3 évesen úszodába jártunk, és úsztunk, és csak szeretjük a habokat, és pont ott a hajós Alfréd úszodába edzettek a szinkronúszók is, és anyukám is ott volt, mert még eljárt velünk, és akkor mondtam neki, hogy milyen szépek ezek a lányok, milyen szép dolgokat csinálnak, és akkor anya pedig bejuttatott abba az egyesületbe, az Alfa SC-be, és én azóta is abba az egyesületbe ott vagyok. Legelső edzőmnél, Jancsovics Szilvinél mindig az volt az edzés utolt a fénypontja, amikor az utolsó 10 perc, negyed órában, mi úgy neveztük, hogy varázslás, amikor gyakorlatilag azt csináltuk a vízbe, amit akartunk, de hát ugye szinkronuszást csináltunk, de az, amikor a fantáziánknak gyakorlatilag semmi sem szabott határt. Ez zene nélkül volt, csak magunknak, esetleg ha volt valami ötlet, azt az edzőnk megjegyezte, és akkor következő kürbe, vagy abba a kürbe fel is használtuk. De amikor kicsi voltam, ezeket élveztem a legjobban, és ez az, ami miatt én nagyon megkedveltem, hogy tényleg gyakorlatilag új mozdulatokat lehetett kitalálni, úgy lehetett összerakni ezeket a mozdulatsorokat, ahogyan csak akartuk. Én csak lányokkal tudom a mai napig elképzelni, nagyon nőies, mégis hihetetlen kemény munka folyik a víz alatt, és én azt mondanám, hogy az egyik legösszetettebb sportág a világon, mert kell hozzá állóképesség, gyorsaság, tüdő kell hozzá, lazaság, úgyhogy nem is tudok olyan sportágat, ami ez ennyi minden adottság kéne. Ez egy nagyon nagy csapatmunka, kürőknek az összerakása, de a zenében is az edzőim szoktak segíteni, hogy hoznak már vágott, vagy még vágatlan anyagot, és akkor onnan együttesen kitaláljuk, hogy mi lehet a legjobb. Ez egy annyira nőies sportág, hogy megkívánja azt, hogy te kihúzd magad, hogy kecses legyél, úgyhogy az biztos, hogy a nőies oldaladat azt mindenképp bárkinek ki fogja hozni a sportág belőle, illetve én megtanultam nagyon-nagyon küzdeni. Nagyon-nagyon sokat számít, hogy belenézzünk a bírók szemébe, és tényleg elhitessük azt, hogy ezek a nagyon nehéz mozgások nagyon-nagyon könnyedén mennek nekünk.